A műsor támogatta a Magyar Lovasport Szövetség. A lovasiskola rovatot és a műsor támogatta a Hordze Lovasáruház. Az első feléshez érkeztünk. Már ismerik a lovak viselkedését, kiválasztottuk a lovardát és az oktatót is. Mint minden sport előtt, itt is bemelegítéssel kezdünk. Az első felülés előtt a testünket is föl kell készíteni rá. A bemelegítés történhet karkörzésekkel, terpezben végzett gyakorlatokkal, törzsdöntésekkel. A nyújtás is nagyon fontos. Javasolt kiegészítő sportként például valamilyen küzdősport, ahol sokat kell nyújtani és esni is megtanítanak. Kassai Lajos világbajnok lovasíjászunknál lóraülés előtt állásból kellett kéztámaszba érkezni, hogy a csukló megerősödjön, tudjunk tompítani, elkerülve ezzel a későbbi sérüléseket. Általános szempontok, a tanuló magassága, súlya, lovastudása, személyisége. Ezek figyelembevételével kapjuk a számunkra legmegfelelőbb lovat. A Voltis Hevederről már beszéltünk. Első alkalommal érdemes kipróbálni, mert a lovat jobban lehet nyereg nélkül érezni. Felszállni a ló bal oldalán szoktunk. Persze jó lenne felugorni a lóhátára, de lehet fellépőt használni hozzá, vagy az oktató is feldobhat minket a behallított bal lábunknál fogva. Ha nyeregben fogunk lovagolni, akkor a bal lábunkkal támaszkodjunk a kengyelbe, a jobbat pedig emeljük át a lovon. Ilyenkor érdemes nekünk ellentartani. Minden esetben figyeljünk arra, hogy puhán érkezzünk a ló hátára. Ha fent vagyunk, megváltozik a világ. Nem csak mert magasabban vagyunk. Együtt mozgunk egy önálló akarattal rendelkező lénnyel. Létrejön egy összhang, ha jól figyelünk egymás jeleire. A lovak légzése, szívverése lassúbb az emberénél, testhőmérséklete magasabb. Ezek pedig megnyugtatóan hatnak a lovasra. A gyerekek számára ez tapasztalati úton érdekes felfedezni. Érdekesség, tartsátok oda a fületeket a lóhorpasszához. Figyeljétek meg, milyen korgó-morgó zajokkal működnek a belek. Ez nem azt jelenti, hogy a ló elrontotta a gyomrát, hanem éppen ellenkezőleg, ilyenkor van minden rendben. A műsor támogatta a Magyar Lovasport Szövetség. A lovasiskola rovatot és a műsor támogatta a Hordze Lovasáruház.